thank you Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Ez itt a tíz, amelyben tíz kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Nagy Attila Tibor politikai elemző Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Bolgár úr. És hát van mit elemezni a választások után. Tudom, hogy a Hírklikben már adott egy interjút a napokban, éppen a választásokról, de természetesen nem eshetett szó mindenről. Úgyhogy menjünk tovább, már csak azért is, mert közben telnek, múlnak a napok, és egyre több dolog kezd világossá válni. Hát például az, hogy a TISZA pártnak, amelyik meglepően nagy sikert aratott ezzel a második helyével a választásokon, az európai választásokon, egyenes útja vezet az Európai Néppártba. Ezt célozták meg, de ez annyira egyenes, hogy még csak nekik se kell elmenniük Brüsszelbe. Ide jön Brüsszelből az Európai Néppárt vezetője sőt, mire ez a beszélgetésünk napvilágot lát, már itt is volt, tehát már lehet, hogy valami eredménye is lesz addigra, de a tény a legfontosabb, hogy ide jött tárgyalni Magyar Péterrel, hogy fölvegye a Tiszapárt képviselőit az Európai Néppártba. Azért ez egészen rendkívüli, ha szabad azt mondani, vörös szűnyeget terít eléje. Miért? Mind a két félnek érdeke, hogy létrejön a Magyar Péter Féle Tiszapárt csatlakozása. Az Európai Néppártnak azért érdekem, mert ugye mégiscsak elvesztett egy tagpártot, amikor a Fidesz kilépett, pontosabban kilépésre kényszerült, miután ugye a Fidesz kormányfője hajlott arra, hogy ne szavazza meg az uniós költségvetés, és az általános felháborodást váltott ki a Néppárton belül, úgy, hogy közel volt a kizárás, úgyhogy a Fidesz távozni kényszerült, de attól még egy olyan helyzet jött létre, hogy az Európai Néppártnak már nem volt ö, magyarországi tagpártja, legalábbis olyan, amelyik parlamenti Vagy képvisel... csak egy személyes, mert a KDNP képviselőjét valahogy ott felejtették. Hát igen, pont ezzel akartam folytatni, de hát én azt nem tekintem komoly ott lévőnek. Tehát a KDNP-t én inkább a Fideszhez sorolnám ténylegesen, azért fogalmaztam úgy, ha jogilag nem is százszázalékosan pontosan valóban, hogy nem volt az Európai Néppártnak már tagpártja, érdemi takpátja, és akkor kifejezetten jól jön, hogy mégiscsak egy hét mandátumot megszerzett Tisza párttal kötett szövetséget. Ugye az Európai Néppárt amúgy is megnyert az Európai Parlament, Választásokat összeurópai szinten. Ugye az európai pártcsaládok közül az Európai Néppárt lett a legnagyobb, de még ez a 7 plusz mandátum is jól jönne neki a végső elszámolásnál. Lehet benne még egy személyes um, érintettség is, ugyanis Manfred Weber az Európai Néppárt német vezetője, annak idején nagyon össze torbán Orbán Viktorral, és lényegében Orbán volt az, aki megakadályozta, hogy sikerrel pályázzon az Európai Bizottság élére. Ezt valószínűleg sose fogja neki elfelejteni. Nem, bár nem Orbán Viktor volt az egyedili, Egyetlen, de ő volt a leghangosabb. Kétségtelen, hát ők ellenségekké váltak, ebben önnek tökéletesen igaza van, és uh, valóban Manfred Webernek elég tétel is lenne, hogy a Fideszt lecseréli Magyar Péter Tisza pártjára, amivel még meg is tudja alázni egy kicsit a maradt KDNP-t, úgyhogy nem véletlen, hogy a csütörtöki kormányinfon Kújás Gergely már nyilatkozta is, hogy ők nem, szeretnének nem szeretnének ilyen helyzetbe kerülni. Hol fogalmazódik meg a Magyar Péter érdeke? Mert ugye most mondtuk el az Európai Néppárt érdekét, Magyar Péter érdeke pedig abban van, hogy nemzetközi legitimációhoz jusson, és ezt kitűnően szolgálna egy olyan helyzet, hogy a legerősebb, legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező pártcsaládhoz, az Európai Néppárthoz csatlakozna, és akár egy párt bizottsági hely, tisztség is szóba jöhetne, az európai, a európai Néppárthoz való csatlakozás esetén, ráadásul a tiszapárt rögtön egy szemmel láthatóan, valóban jó eredményt tudott elérni. Országos szinten ma már a Tiszapárt lett a zenenzék legerősebb pártja. Parlamenti matematikában még nem, ami a magyar parlamentet illeti. Ott ugye még fennmaradtak az eddigi erőviszonyok, tehát ugye a demokratikus koalíciónak. Ez már igaz, de jó. közben ez a körülbelül 30%-os eredmény, ez arányaiban lényegében olyan, mint az Európai Néppárt legerősebb pártjái, a német kereszténydemokrata CDU-é, az 30%-kal ugye nyerni tudott, Németországban, itt a TISZA párt a lényegében 30%-kal hát csak 29, messzi, messzi, második, vagy nem olyan messzi, mert minden eddigihez képest sokkal közelebb került a Fideszhez, de azért arányaiban ugyanez. Tehát ha Magyarországról mintegy 30%-ot uh -huh. képvisel ez a párt, az azért súlyt jelent. 13%-os arányban a TISZA párt eredménye tekintélyt parancsoló. Tehát, hogyha megnézzük a, a többi európai. Ö, tagállamokban elért százalékos eredményeket, abszolút nincs miért szégyenkezni a Tiszapártnak sőt. Mi lehet azzal, azon kívül a célja Magyar Péternek és a Tiszának, hogy bekerüljön az európai pártok közül a legerősebbikbe, hogy, hogy hát egyrészt megmutatja magát, másrészt kaphat ettől a pártcsoporttól valamiféle olyan nemzetközi támogatást, ami megerősítheti őt az itthoni párt küzdelmeiben, az itteni belpolitikai harcaiban Orbán Viktorral szemben? Lehet egy ilyen háttér, egy mert ugye ennek vannak veszélyei is, és ezzel magyar tisztában van, hogy Orbán nagyon jól manipulálja a magyar közvéleményt azzal, hogy hogy fordítja szembe az Európai Unióval. Tehát ha túlságosan Rájuk támaszkodna, akkor na hát itt vannak Európa kiszolgálói, hűszolgái, például Magyar Péter. Milyen veszélye van ennek? Valóban fennáll, illetve már most megvolt az a veszély, hogy miután Magyar Péter jelezte, hogy az Európai Néppárthoz szeretnének csatlakozni, rögtön háborúpártivá vált. Hiszen ugye az Európai pártia, Néppárt a Fideszes narratíva szerint háborúpárti ergo aki ahhoz csatlakozik, az is. Úgyhogy e, ilyen veszély van, de e, láthatjuk, hogy a, legalábbis ebben a választási kampányban sok embert nem tántorított el attól, hogy a Tisza szavazzanak. E, tehát azért ennek a fideszes kommunikációnak szerintem megvan a korlátja. Viszont Magyar Péter felépítheti magát olyan politikusként, különösen akkor, hogyha mégis beül az Európai Parlamentbe, már pedig én e, őszintén szóval erre számítok. Tehát kapcsolatokat tud kiépíteni, és azért a magyar politikában az sem teljesen lényegtelen, főleg aki a kormányfői pozícióra pályázik, hogy fel tud-e mutatni valamiféle nemzetközi hátteret, valamiféle külföldi támogatást. Azért emlékszünk, emlékezzünk arra, hogy mielőtt Orbán Viktor először lett volna a miniszterelnök 1998-ban, kifejezetten jól mutott a, a Fidesz kampány videóin, fotóin, hogy Helmut Kohl is támogatólag lép fel mellette. Tehát azért a Fidesztek sem volt mindegy, hogy most mindenfajta nemzetközi támogatás nélkül megye a kormányfői tisztségét, vagy pedig nem. Tehát valamiféle nemzetközi legitimáció szükséges. Persze arra vigyáznia kell Magyar Péternek, nehogy olyan látszat keveletkezzen, hogy ő kizárólag a nemzetközi támogatástól függ, hát nem könnyű elnyerni a miniszterelnöki tisztséget, mert nagyon sok mindenre kell odafigyelni. Mit tippel azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter eddig ismert fő program elemeiből a legnagyobb kritikát ellenzéki oldalon, még ellenzéki szavazók oldaláról is, az váltotta ki, hogy az ő Európai Uniós politikája, és az ő ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja közelebb áll Orbánéhoz, mint az ellenzékéhez, vagy legalábbis nem nincs eléggé távol attól. Miközben az Európai Néppárt nyilvánvalóan a jogállamisági ügyekben is, meg az ukrajnai háború ügyében is egyértelműen a magyar kormány szemben foglal állást, és ezek bennünket nagyon közelről érintő problémák. Hogy kell neki ebben? Lávíroznia. Hát okosan és ügyesen. Én az eddigi politikájából egyfelől látom azt, hogy még mindig hat rá, amit fideszesként, illetve a kormány képviselőjeként eltölt, a diplomataként a 2010-es években, tehát ma is még lesújtó véleménye van a Sargentini jelentésről például. Másfelől meg ennek azért annyi haszna lehet, hogy például a csalódott fideszeseknek lelkileg nem, kell meg, nem kellett megerőszakolniuk magukat, vagy nem kell megerőszakolni magukat, hogyha a Magyar Péter Tiszapátjára szavazzanak, mert ők egy kicsit talán úgy is érezhetik nemzetközi vonalon, hogy hát ilyen Fidesz kettőt kapnak, vagy Fidesz lájtot, de legalább nincs Mészáros Lőrinc, meg a többi Fideszes oligarha. Egyébként is Magyarországon az 1990-es évek közepétől, amikor a Fidesz közzétette a polgári Magyarország vitairatát, én azt gondolom, hogy az elmúlt 33 évnek az egyik legszínvonalasabb politikai programja volt. Tehát amikor közzétették, már akkor megjelent, hogy a Fidesz a magyar érdekeknek a Európai Unióban való erőteljes képviseletéért kíván sikra szállni, és magyar Pétert is hasonlót mond. Ugyanakkor konstruktív együttműködést is ígér az Európai Unióval. Tehát igen, vannak bizonyos átfedések az Orbán kormány. Európa politikája és Magyar Péter Tisza pártjának az Európa politikája között, de azért van egy-két élesebb különbség is, ilyen például az európai ügyészséghez való csatlakozásnak az igénye, vagy például az, hogy azért kicsit békésebb hangnemet kíván azért alkalmazni majd egy majdani Magyar Péter vezette kormány. Akkor nézzük meg a választások egy másik nem jelentéktelen eredményét és annak következményeit. Lehet azt mondani, némi kis túlzással, persze, de egy kérdésben ez a túlzás talán megengedhető, hogy a magyar baloldalnak és a magyar liberális gondolkodásnak, hogyha itt a politikára gondolunk, nulláról kell kezdenie, vagy hát ha nem is nulláról, nyolc és félről, és a Momentumra gondolva három és fél de ez nagyon, nagyon, lesújtó lehetett minden ilyen párt és pártformáció számára. Mennyire kell a dolgot előről kezdeni? Hát az, azt én biztosnak gondolom, hogy nagyon át kell gondolni a, először is az, hogy mit éltünk baloldaliságon. Mit éltünk baloldaliság bal alatt a 21. század elején úgy általában, és mit éltünk Magyarországon baloldaliság alatt mert szemmel láthatóan az eddigi kísérletek nem jártak eredménye, nem jártak olyan eredménye, hogy szavazók tömegét meg tudják nyerni maguknak. Az különböző értéki vizsgálatok kimutatták Magyarországon az elmúlt években, hogy a baloldalisságnak van azért némi támogatottsága vagy keletje, amennyiben az állam nagyobb szerepvállalását várják el a választópolgárok a szociális igazságtalanságok kezelése, az egyenlőtlenségeknek az enyhítése, csökkentése érdekében. Ugye már ez a pár dolog, amit mondtam, ez tipikusan, hagyományosan baloldali vagy szociáldemokrata hozzáállás. Viszont azt látjuk a valóban a mintegy 8,5%-os eredményben, amelyet három párt hozott össze, tehát ugye DK, MSP párbeszéd, és még nekik is ilyen elég gyászos eredményt sikerült csak összehozni. Tehát azon el kell gondolkodni, hogy azok, akik megjelenítenék ezt az eszmeiséget, azok szemmel láthatóan ma már alkalmatlanok arra, hogy nagy tömegeket ezzel meg tudjanak szólítani. Tehát két fontos és nem könnyű politikai munkát kell elvégezni. Egyrészt még egyszer átgondolni, hogy milyen baloldalisság lehet vonzó Magyarországon, másrészt meg azt kéne átgondolni, hogy ezt a mindennapi politikai munkában, munkában hogy lehetne érvényesíteni nagyon-nagyon nehéz, hiszen ha megnézzük akár az európai tendenciákat, meglehetősen ellentmondásos az európai baloldalnak a helyzete. Ugyan most nem szerepelt le az SD, tehát az Európai Szociáldemokrata Pártcsalád összességében. Vannak biztató jelek, de például Németországban az SPD, tehát Olaf Scholz kancellárpártja, elég súlyos vereséget szenvedett. Tehát ezekkel a problémákkal már tulajdonképpen évtizedek óta küszködik általában véve a nemzetközi baloldal, tehát ez nem könnyíti meg a magyar baloldaliak helyzetét, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy heroikus feladat áll mind a DK, mind az MSP előtt. A DK sincs túl jó helyzetben, mert hogyha levonom a 8,5%-ból mondjuk az MSP 2 esetleg 3%-át, amivel talán még rendelkezik, akkor már is azt látom, hogy a DK alig van a parlamenti bejutás küszöbe fölött. Tehát a DK-nak olyan 6-7 százalékos nem támogató. volna éppen ezért érdemes azon gondolkodni, hogy egy új baloldali mozgalmat, pártot hozzanak létre. Ugye Újhelyi István, aki eddig európai képviselő volt, korábban szocialista, már nem az, mozgalmat indított, de azért most, hogy egy kicsit talán szabadabban beszél és mozog, azt mondja, hogy, hogy egy, egy, teljesen új formációra volna szükség. Nincs ezzel egyedül, csak azért idézem őt, vagy azért hivatkozom rá, mert ő csak sokáig benne volt a pártban, és, és nagyjából látja, hogy hogy működnek ezek a pártok. Lehet újonnan kezdeni? Van annak reménye? Esélytelen új helyi István esélymozgalma. Nem az övé, nem, nem, nem is magára gondolt, de nyilván ő is így látja, úgy így általán, és ez egy kvázi üzenet volt a MSZP-nek, DK-nak, párbeszédnek, hogy valahogy egy új mozgalmon kellene gondolkozni, mert vannak olyan baloldali politikusok, és lehet, hogy magára is gondolt, ezt nem tudom, de vannak olyanok, akik baloldali nézeteket képviselnek, baloldalon indulnak, akár sikeresek, mint polgármesterek, de közben eltávolodtak a pártpolitikától lehetőleg, vagy már meg is történt, vagy igyekeznek hát ezt a párt szimbólumot magukról levetni. Van-e értelme, tehát van-e annak valamiféle kedvező hatása, hogyha azt mondják, mai politikusok meg esetleg újak, hogy mi baloldaliak vagyunk, létrehozunk egy új formációt, új üzenetekkel, talán részben új vezetőkkel is. Hát um... Ugye azzal azért szembe kell nézni, hogy a baloldal, mint fogalom Magyarországon eléggé szó lett. Ebben a Fidesz persze jócskán ludas, hiszen ha szidni akarja a baló, az ellenfeleit, akkor baloldali jelzővel látja el. Igen. És még hozzáteszi a biztonság kedvére a dollár baloldalt hát, is, de, pláne, de, de mindenki baloldali jelző. Magyar Péter is már időnként baloldali politikussá vált, ami elég vicces, hiszen ő egészen 2024. januárjáig Fideszes érzelmi volt, sőt Fidesz tag is volt. De azt látni kell, hogy sokokból egyébként nagyon persze talán nem mennék bele, de nem kizárólag a Fidesznek köszönhető, hogy a baloldal mint fogalom szitok szó lett. Hát volt azért egy honféle kormányzás, voltak megszorító intézkedések mind a honkormánynál, mind a gyógysány kormánynál, amelyek azért szintén nem öregbitették a baloldaliságnak a, Étoszát a hírnevét sokak szerében, szemében, tehát nem szeretném csak a Fideszen elverni a port, ami a baloldaliságot illeti. Tehát a, a baloldalt, mint fogalmat valahogy meg kell tisztítani a negatív konnotációtól, jelzőtől, és ez nem egy egyszerű feladat. Na most erős kétségem van reagálva arra, amire, amit ön felvetett, hogy a mostani jelenlegi magukat baloldalinak nevező politikusoktól elvárható-e reálisan, hogy ők életet, valódi életet tudnak csiholni, lehelni a tetszhalott, vagy nem is lassan tetszhalott baloldalinak nevezett pártokban. Én nem gondolom például, hogy Gyurcsány Ferenc erre képes volna. Hát látjuk, hát próbálkozott egyszer, kétszer, háromszor az elmúlt 14 évben részsikereket elért, például 2019-ben, amikor a DK-nak még 16%-os listás eredménye volt, most meg már együtt van 8%. de ha nem jön be Magyar Péter, akkor lehet, hogy azt a hát sikert, megismétlést változatlanul a legnagyobb erő marad a történelemben. De az ez, ez, ahogyha mondjuk Magyar Péter nem jön be, vagy akár bejön, akár nem, én azt mondom, hogy nagyon érdekes embernek kell lenni. Uh -huh. Nagyon érdekes vezéregyéniségnek, személyiségnek kell lenni. Tehát ez a magyar nép szemmel láthatóan szomjú hozza a, a vezéreket, akik majd helyettünk is megoldanak problémákat, akikre végre fel tudunk nézni. Szóval akármilyen baloldali formáció, de egy olyan új vezér, egy érdekes vezéregyéniség nélkül, aki képes megragadni a, a mondjuk az Orbán kormányal elégedetlen tömegek fantáziáját, szimpátiáját, nem fog menni. Először ezt az embert kellene megtalálni? Igen, először meg kell találni ezt a vezéregyéniséget aki képviselni tudja hatásosan a baloldalt. Voltak erre Nyugat-Európában is kísérletek, tehát például a Spanyolországban egy időben a Podemos egy viszonylag sikeres képződmény volt, ma már ányékuk egykori önmaguknak, főleg amióta már Pablo Iglesias nem vezeti azt a tömörülést. Tehát, tehát látunk nyugat-európai kezdeményezések, nem véletlenül van a Iglesias, tehát aki egy, egy, nagyon karakteres személyiség volt, egy ilyen radikális baloldali, tehát, tehát kell ilyet is majd kitermelni, vagy találni, és se Dobrev Klára, se Gyurcsány Ferenc, se a többiek erre a szerepre nem alkalmasak. Tehát valaki újat kell találni, akinek ráadásul még rend is van a fejében, aki még kellően felkészült, de hatásosan tud beszélni. Ugye nagy kérdés az, hogy most Magyar Péter mozgalma kifullad de a következő hónapokban, vagy egy-másfél évben, mert ettől is függ, hogy a baloldalon mennyit tér keletkezik, vagy marad. A Magyar Péter szemmel láthatóan, hát, látszik a választási eredményekből, nagyon sok baloldali, vagy magukat baloldali érzelmű szavazókat meg tudott nyerni pártokból, más pártokból is, és hogyha ő, ő ki tud tartani, akkor a baloldalnak, vagy annak az oldalnak, amely magát baloldalnak nevezi, nem nagyon fog fűnőni. Mert hogyha Magyar Péter támogatottsága még tovább nő, és ez tartósan megmarad, akkor a következő országgyűlési választáson egy Orbán Viktor és Magyar Péter közötti népszavazás lesz. Bázi. Tehát ebbe, hogy még bele suvasszunk egy erőteljes, új, lendületes baloldali személyiséget, nagyon-nagyon nehéz. Az teljesen kizárt, hogy amikor Magyar Péter elkezde, elkezdi építeni a pártját, és óhatatlanul hát nem maradhat egy személyes párt, megjelennek különböző személyiségek, különböző gondolatok, lesz akár pártkongresszus is, hiszen szokott lenni egy pártban, és hát a választó tömegek nyomását is valahogyan érzékelniük kell, és reagálni arra. Ha tehát sok baloldali érzelmi szavazó őt támogatja majd, mondván, uh -huh. hogy benne van a reménység, meg az erő, akkor lehet, hogy baloldali követeléseket, ajánlatokat, álláspontokat is kénytelen elfogadni, és azokat képviselni. Szóval le lehetségesnek tartja, hogy a Magyar Péter jobb közép pártjában feltűnnek majd baloldali politikusok is, akik nem szállnak szembe Magyar Péterrel, de a saját gondolkodás módjukat esetleg beviszik ebbe a pártba, és ez valamilyen kompromisszumként együtt tud élni, mert egy néppártot akar kialakítani, ez nyilvánvaló. Azt már most látom, és az látszott a most lezárult választási kampányban, hogy Magyar Péter gesztusokat tett a baloldali szavazók felé. Tehát én ilyennek gondolom a családi pótlék felemelésének az ígéretét, a szociális ágazatban dolgozók bérének a további vagy sürgető felemelését. Nem látok a jövőbe, tehát, hogy ebbe belefére baloldali politikusnak a Tiszapártban való megjelenés. Nyilván nem mai bali, baloldali párt. Ezt akartam pont De. mondani, tehát mert ez, ez, ez majdhogy nem politikai öngyilkosság lenne Magyar Pétenek az elhasználódott baloldali politikusok között közül várogatni, mondjuk Kunhalmi Ágnes bele, betenni a Tiszapártba, hogy mondjak egy képtelen ötletet. Ez ezúton is elnézés kérek. De ez Kunhalmi valószínűleg Ágnesstől. kölcsönös is, tehát ők sem mennének Igen, igaz. én is sem látom azt, hogy Kunhalmi Ágnes jelentkezene a, a, a Tisza ö, Szóval ö, nehezen tudom elképzelni ezt a variációt, ö, de azt, na most ugye a Tiszapárt arra ügyel egyébként, hogy ideológiailag ne szövekeljem le magát túlságosan ilyen vagy olyan irányban, hanem valóban, ahogy ön is említette, egyfajta néppáti, kecsol típusú pártot igyekeznek létrehozni, tehát amelybe akár liberális, akár baloldali, szociáldemokrata, jobbközépen álló választópolgár is beleértheti, beleérezheti magát a Tiszapárt és Magyar Péter gondolatait. Na és akkor végezetül a tizedik kérdésem, hogy megrodjan te a Fidesz, vagy milyen szóval, milyen fogalommal írná le azt, hogy negy, majdnem 45%-ot szerzett az európai választáson, uh -huh. ez mindenki boldog lenne nyilván Európában, ők is mondják, hogy hát ilyen. De ez így is van. De igen, persze, ez így van, de hát tudjuk, hogy Magyarországon a helyzet nagyon speciális, na de ez azért jóval kevesebb, mint a legutóbbin, kevesebb, mint a 22-es választáson, és ők is érzik, hogy azért nem minden tökéletes. Ez egy lebomlási folyamat kezdete, vagy csak egy pillanatnyi megingás, amin ők túl tudnak lépni. Egy kis figyelmeztetés, én így fogalmaznék. Tehát megrodjanásról én semmiképpen nem beszélnék, hiszen 7,5% pontos csökkenés az 5 évvel ezelőtti 19-es eredményhez képest, de azért ez egy érdemi csökkenés. Tehát mégsem csak 2-3 százalékpont, de ahhoz képest, hogy milyen gyenge minőségűvé vált a kormányzás a 2022-es választások óta, ahhoz képest ez egy kifejezetten jó eredmény, és azzal azért érdemes tisztába lenni, hogy ezzel a 45%-kal a Fidesz képes volna országgyűlési választást megnyerni, ennél kevesebb listás szavazattal a hátam mögött 2014-ben a Fidesz kétharmados parlamenti ez, többséget ez igaz, tudott. De hát miután átalakították úgyhogy hogy 106 egyéni körzet van, ha egy tiszapárti jelöltel állnak szemben, és nagyjából egy az egyben, amit nyilván Magyar Péter felépíteni készül, akkor azért a 44-45 százalék messze nem biztos. Igen, hogy csak elég ugye lesz. kérdés az, hogy Magyar Péter el tudja-e érni addigra, hogy az ellenzéki szavazóknak ne csak alig több, mint fele, hanem mondjuk bő kétharmada vagy háromnegyede támogassa a Tiszapátot. Nem látunk a jövőbe. Az biztos, hogyha ez nem sikerül Magyar Péternek, akkor előadódhat egy olyan helyzet, hogy Magyar Péter lesz ugyan a legnagyobb párt, a Tisza párt, de azért két-három kisebb ellenzéki párt még elindul abban a választókedvetben, és akkor a Fidesz akár 45 a is minden további nélkül elviszi. Hát a... ahogy 2014-ben. Így történt. van, tehát, tehát azért ez a szenárió elképzelhető, meglátjuk, nem látunk a jövőbe, de ha most tartanák a választásokat, most vasárnap, akkor a Fidesz országgyűlési többséget Elvileg képes volna szerezni egy ilyen 45%-ot. Tehát ez azért nem egy rossz eredmény. Figyelmeztetés természetesen, hiszen a Budapestet, Budapest vezetését sem tudta például a Fidesz visszaszerezni most akárhogy is alakul az újra számolásnak az eredménye, nem Fidesz lesz a főpolgármester, hiszen Szent Királyi visszalépett. Azt is látjuk, hogy a budapesti kerületek többségében is ellenzék, illetve nem Fideszes lesz a polgármester októbertől. Tehát azért azt is látjuk, hogy a kisvárosokban is érték kudarcok a Fidesz politikusait. Szóval, szóval azért a Fidesznek nincs oka teljes elégedettségre, de, de azért alapvetően én azt gondolom, hogy elégedettek lehetnek. Egy dolog van még, ami miatt külön aggódniuk kell, hogy megszűnőben van az a számukra kényelmes állapot, hogy az ellenzéki szavazók sok pártra vannak szakadva tehát hogy már-már szélsőségesen töredezett az ellenzéki szintér, mert hogy a Tiszapát egyedül volt képes az ellenzéki szavazatok több mint felét összegyűjteni, és lehetséges, hogy megindultunk egy koncentráció felé az ellenzéki oldalon. most ez a Fidesznek már nem annyira jó. Tehát a Fidesznek mindig az volt a jó, amikor az ellenzéki pártok kioltották egymást, egyetlen egy domináns erő sem tudott kiemelkedni az ellenzékből, és a Fidesz pláne még hogy gyurcsányozni is lehetett azáltal, a, a, ami miután a DK átvette az ellenzék vezető szerepét, tehát a Fidesznek ez volt a legkényelmesebb. Erősen megosztott ellenzék, Gyurcsány Ferenc a vezetője. Most innentől kezdve az viszont, hogy a Tisza párt országosan messze megelőzte a Gyurcsány pártot, messze megelőzte, több mint háromszor több szavazatot kapott a Tisza párt, mint a DK párbeszéd MSZP. Innentől kezdve koncentrálódhat az ellenzéki szavazótábor, és hogyha Magyar Péter ügye, és az a koncentrálódás még inkább majd a Tiszapátra esik, úgyhogy ez azért másfajta kihívás jelent a Fidesznek, amihez eddig hozzászokott. Nagy Attila Tibornak köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen! Német Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Gulyás Balázs vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a Youtube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t! Ezt megtehetik itt a Youtube-on szuperköszönet formájában, vagy a leírásban található linken keresztül. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is!